Sziasztok! Ez itt a Kalandista Inspiráció következő része. Megígértem ugye, hogy minden hónapban jelentkezünk. Most már az kiderült, hogy minden hónap negyedik péntekének estén találkozhattok velünk, és utazásról fogunk beszélgetni egy bloggerrel, utazóval, világjáróval. Mai részben Görögország lesz az első rendű célpontunk, és hát kinéztem vendégemre, aki ezúttal Tóth Edit, a Travel College írója. Editnek, ha jól értettem és jól tudom a blogjáról, nagy szerelem Görögország, ezért így bízom benne, hogy lesz egy nagyon inspiráló beszélgetésünk ma. Honnan jött neked ez a Görögország, mikor jártál itt először, és melyik részén? Igen, hát Görögország valóban a szívem csücske, mint ahogy azt sokszor le is szoktam írni. 2014-ben, 24 éves koromban ültem először repülőn, és ez volt az első olyan repülős nyaralásom, ami azt hiszem, hogy már önmagában is egy ilyen meghatározó élmény, hogy repülőre ülhettem. És hát a választás Zakynthosra tulajdonképpen ismerősöktől, barátoktól jött, akik már jártak ott, és elmondták, hogy jaj, de csoda szép, úgyhogy mindenképpen a képeket nézegetve úgy döntöttem, hogy ez egy tökéletes nyaralási célpont lesz így. Ezzel csak egyet tudok érteni, Zakynthoson mi is jártunk már, és igazából tényleg ezek a tengerpartok. Nekem benn nagyon megmaradt a Leganés-öbölben így a teknős kirándulás, nem tudom, ezen jártál-e. Igen, én is voltam, bár csak másodjára, mert Zakynthoson kétszer jártam. Oh. Ugye szerelem volt első látás, aztán szerelem lett második látásra is. A legjobb. Igen. És hát tulajdonképpen az egész görög lét, meg a görögöknek a mentalitása és a vendégszeretete az, amiben azt hiszem, hogy úgy elsőre beleszerettem. De hát én egyébként nagy természetrajongó vagyok, tehát hogy sokkal inkább vonzódom a természet örökségeihez, mint az épített örökségekhez, amik szintén hozzátartoznak persze az utazásaimhoz és a városnézéseimhez például, de a természeti látnivalók azok teljesen lenyűgöznek. Tengerpartok, Zakynthoson azért a tengerpartok az elsődleges úti célok, én úgy gondolom. Hát itt tényleg abszolút. Családi nyaralás, egy romantikus pihenés. Valahogy ez nekem Zakynthost eszembe juttatja teljes mértékig. Igen, tényleg, amilyen öblökbe ott jártam, hajókirándulásokon voltunk, és még visszagondolva, vagy a képeket nézegetve is az a hely, ami így könnyeket csal a szemembe, tehát bármikor visszamennék, ha bár egyébként azt el kell mondanom, hogy azóta szerintem, mióta én voltam, Zakynthos népszerűsége most már annyira megnövekedett, hogy tényleg rengeteg turista van. És ha tehetném, bár mi egyébként is utószezonban voltunk, amikor nyaraltunk mind a két alkalommal, és most is biztos vagyok benne, hogy csak az utószezont választanám, nem a nyári csúcsforgalmat. Hát igen, valahol... A szigetek azok valahogy azért még ilyen szeptember végéig, igen. Október elejéig nagyon kényelmes és kellemes úticélt jelenthetnek. Mi is bármikor voltunk, ilyen szeptemberi időszakot választottunk, úgyhogy szerintem nyugodtan be lehet vállalni, fürödhető ugye még ilyenkor a tenger. Igen, mi borzasztóan leégtünk egyébként, és ez pont egy olyan napon fordult elő, amikor borzasztó felhős volt az idő, azt hittük, hogy esni fog az eső. Megmondom őszintén, hogy be se kentük magunkat. Na igen, ezzel azért nem számítottunk rá, hogy bármi történhet, de nagyon leégtünk, és ez az első napokban történt, úgyhogy utána kenegetésből állt a nyaralás többi része, és árnyékba vonulásból. De talán nem ez maradt meg elsőrendű emlékként, főleg, hogyha így szerelemként emlegeted már. Igen. És hát a blogod az ezzel kapcsolatosan jött létre, előtte, utána. A blogot azt körülbelül két évvel később kezdtem el írni. Sokáig bennem volt már egyébként ez, vagy régóta bennem volt ez a bloggerkedés. Nagyon szerettem volna. Írni szerettél volna? Igen, szerettem írni, és nagyon szerettem volna valamiről írni. De az az igazság, hogy én nagyon sokáig nem tudtam azt meghatározni, hogy nekem mi a hobbim. Tehát bennem ez egy ilyen kérdőjel volt, hogy jó, szeretek utazni, de... Igen, ez de a kérdés mindig, hogy és a hobbid, szabad időben, és igazából mindig olyan furcsán válaszoltam erre, hát szeretek utazni, meg szoktam tornázni, de... Igen. És ugye elgondolom... Általában felsorolod veszővel, olvasás, írás... Olvasni szoktam, igen. TV-nézés. Igen, de úgy nem igazán tudtam meghatározni, hogy mi az én hobbim, és...
És nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy miről tudnék többet írni, mi az, amiről nekem mondani való van. És elkezdtem egyre többet utazni, elkezdtem az utazások utána nézni, uh-huh. hogy jutok el A-ból a B-be, hogy kell megoldanom, repülőjegyfoglalás, hogy találok olcsó repülőjegyet. Sok ismerősöm volt, aki ezzel kapcsolatban kérdezősködött, hogy én ezt hogy csinálom, hogy veszek olcsó repülőjegyet. És tanácsokat osztogattam, és utána rájöttem, hogy tulajdonképpen erről írhatnék is. Én ezeket a dolgokat leírhatnám valahova. És praktikus és hasznos információk mindig jól jönnek, ezért ezt tényleg látom én is ismerősöknél, hogy folyamatosan bújják manapság már az internetet, ugye kérdezősködni baráti körben. Igen, és nagyon... Vagy szerencséjük van esetleg velünk, és éppen jártunk, arra tudunk adni valami ötletet. Igen, és a hobbimhoz kötődött még, amiből aztán később a blog is kialakult, ugye ez egy kicsit ilyen kettős blog, diétabarát utazási tanácsadó néven is fut ugye ez a blog. Effektív, neked specialitásod amellett, hogy Görögország a diétabarát utazás megvalósítása, hogy tudod eleve megvalósítani, hogyha valaki ilyen speciális étrenddel, diétával kell, hogy éljen. Igen, az az igazság, hogy hát nekem van egy nem betegségem, de egy olyan jellegű problémám, ami miatt folyamatosan figyelnem kell az étkezésemre, és nem csak azokban a napokban fontos, hogy mit eszek, amikor itthon vagyok, hanem akkor is, amikor úton vagyok. Legalábbis illik erre odafigyelnem mindenképpen. És azt láttam egyébként, hogy a környezetemben azok, akik hasonló betegséggelben küzdenek, gluténmentes étkezést követnek például, hogy kicsit bonyolultabb a megvalósítása, hogyha például külföldön tartózkodnak, hogy bevásároljanak, vagy beüljenek egy étterembe. Ez gyakran akár egyébként főleg a... főleg főzni, akár ugye szállodát, apartmant foglaljon kell. Az ember. Igen, tehát azért itt szükség van mondjuk egy nyelvtudásra is nagyon sokszor, hogy találjunk olyan éttermeket, ahová bármilyen speciális étkezéssel beülhetünk. Úgyhogy hát tulajdonképpen úgy döntöttem, hogy ezt a kettőt, az utazást és ezt a speciális diétát egy kicsit össze lehetne hozni, és speciálisan azoknak az embereknek segíteni, akik diétával szeretnének útnak indulni. Igen, ez jó ötlet, ezt láttam is a blogodon, ugye, hogy minden posztot is, Facebook posztot is úgy építesz fel, hogy legyen benne egy kicsit utazás, egy kicsit étkezés, gasztronómia, legyen olyannak is információ benne, aki úgymond egy szimpla utazó, illetve olyan is, akinek erre szüksége lehet. Ugye itt a Travel Collage, amit Edith ír, és Facebook oldalad is van, illetve Instagram oldalad. Én ezeket nagyon sokszor láttam, csak étkezésre, gasztronómiára vonatkozó posztot is. Úgyhogy tényleg egy ilyen multifunkcionális blogger, és én úgy gondolom, hogy egyedülálló is, mert hasonlót én nem nagyon találtam. Nyilván valaki vagy utazás, vagy étrend, életmód, gasztronómia témakörben ír, úgyhogy ez egy szép feladat, amit magadra vállaltál. Igen, egyébként ez már ilyen szenvedélyem is lett, hogy amikor elutazok, akkor éppen az adott desztinációban, ahol vagyok, találjak olyan éttermeket, ahol bármilyen gluténmentes, vagy bármilyen, mondjuk nekem inzulinrezisztenciám van, tehát inzulinrezisztenciához passzoló ételt találjak. Én már előre elkezdem egyébként otthon keresgélni ezeket a lehetőségeket, nagyon sok külföldi vendégértékelésből találok egyébként ilyen helyeket, ott dicsérnek bizonyos éttermeket, hogy ilyen és olyan menüt kínáltak például, de nagyon sokszor egyébként ott az utcán botlok bele ezekbe a helyekbe, és akkor teljesen lázba jövök, hogy hú, ez is van, hú, az is van. Ugye Görögországról beszélgetünk alapvetően, náluk mennyire tudod ezt megvalósítani, mennyire csáv esetleg el, mennyire találod meg könnyen azokat a helyeket, ahol akár bevásárolni és elkészíteni a napi étrendednek megfelelő ételeket. Ha a külföldi utazásaimra gondolok, akkor tulajdonképpen talán Görögországgal vagyok a legnehezebb helyzetben. Egyrészt azért is, mert úgy gondolom, hogy talán ők kevésbé figyelnek oda ezekre a dolgokra, és sokkal nehezebb olyan éttermet találni, ahol speciális diétát folytató vendégeknek kínálnának valamilyen ételt. A gluténmentes étkezés az még csak-csak megvalósítható, de más ilyen jellegű étkezés az nagyon nehéz, úgyhogy... És szállodákban esetleg, ugye ott van azért félpanziós ellátási lehetőség, ott sem tapasztaltad, hogy
különösebb figyelmet fordítanának erre. Az az igazság, hogy általában egyedül utazom, és ez az egyedül utazás azért megköveteli egy kicsit, hogy költséghatékonyabb legyek, ezért a szállodákat sokkal ritkábban szoktam választani. Ennek ellenére azért utána szoktam nézni annak, hogy szállodákban egy félpanziós ellátásnál van-e bárki, aki nyitott lenne arra, hogy a speciális étkezéshez bármit is biztosít. Én azt látom, hogy azért egy mondjuk 4 csillagos szállodáktól ez megvalósítható, tehát ők is szeretnék a vendéget maguknál látni, és mivel a görögök egyébként is vendégszeretőek, ezért készek arra, hogy segítsenek azoknak az utazóknak. Hogy a görög vendégszeretetbe egy kicsit belevágja, nekem eszembe jutott, hogy akárhányszor voltam kint, akár ismeretleneknél is, folyamatosan úzóval, metakszával köszöntöttek és vártak minket, illetve hát mindig volt valami kis nasolnivaló, tetszik ki az asztalon például, úgyhogy ezt teljes mértékben alá tudom támasztani. Igen, egyébként azt hiszem, hogy egy görög csoportban beszélgettünk erről legutóbb, hogy miért is hoznak ugye az étkezések végén egy kis sütit, egy kis gyümölcsöt, egy kis úzót, néha egy kis rakit, és hát ugye azt mondják, hogy ezt a borravalóért teszik, de nekem erről tulajdonképpen az a véleményem, hogy attól függetlenül ezt itthon is meg lehetne csinálni, itthon is kapnak borravalót a vendéglátóhelyeken, tehát tulajdonképpen akár ezt el is lehetne lesni a görögöktől, mert ez egy abszolút kedves gesztus. Hoztál nekünk pár fotót is, úgyhogy szerintem kezdjük el nézegetni, és akkor az alapján tudsz még mesélni nekünk Görögországról. Hát mint ahogy azt említettem is, nekem a görög szerelem zakintoszon kezdődött. Mi zakintoszt, amikor annó 2014-ben, és azt hiszem egy évvel később, vagy 2 évvel később kint jártunk, akkor autóval teljesen bejártuk, és minden zegzugát megtekintettük, amire szükségünk volt, és ami kellett ahhoz, hogy teljesen feltöltődjünk egy görög nyaralásból. És, mondjuk egy szigetet azért könnyebben járni, igen, valljunk be, mint így szárazföldön. Igen, még egy kicsit őszintén, tovább menni, hogy... még egy kicsit tovább menni. Ott. Igen, szigetfanatikus vagyok, tehát teljesen odáig tudok lenni pont ezért a szigetekért, hogy a szigetek bejárhatóak. Mondjuk nem mindegy, hogy mekkora egy sziget, ugye majd a képek között láthatjuk Krétát is, azért Kréta nem egy kicsi sziget. Viszont Zakynthos tényleg az a sziget, amit abszolút könnyen egy hét alatt be lehet járni. Nem mondom, hogy mindent meg lehet tekinteni, hiszen mi is visszamentünk 2-szer. Ennek ellenére a legtöbb látványossághoz el lehet jutni. Itt egyébként Zakynthosnak pont az északi csücskébe voltunk, a Skinnari képnél. És ez nem is tudom, tehát sok mindenkinek Zakynthosról, ugye a hajóroncsos öböl, a Navajo öböl jut eszébe, és mindenki oda szeretne elmenni, de nekem a Skinnari kép az talán még egy kicsit jobban tetszett ennél, pont azért, kevesebb, mert talán a turista. Igen, sokkal kevesebb volt a turista. Annyira nyugodt volt ott az egész környezet, itt a szikláknál mentünk le egy nagyon hosszú lépcsőn, ott már ugráltak bele a vízbe, tehát egy gyönyörű és lélegzetelállító azok a színek, amiket itt látsz, tehát ez egy képen vissza sem adható, azt hiszem. Pedig azért gyönyörű ez a kép is, de nézzük akkor tovább, említetted, hogy lesz majd Kréta is. Igen. Krétán is 2-szer jártam. Azt hiszem, én ilyen kétszeres utazó vagyok. Mindenhova 2-szer vissza kell mennem, mert biztos, hogy valami kimarad. Igen, ez egy jó addig taktika. Addig nem nyugszom, amíg nem látom. Ez egy jó taktika, főleg, hogyha tudod magadról is, akkor az első utazás alkalmával legalább nem idegeskedsz, hogy igen. Úristen, ez kimaradt, véletlenül zárva találtad valamiért, úgyis jössz még egyszer. Igen. Legalább egyszer. Az előző évben Krétán töltöttem 11 napot, amit egy kicsit másként oldottam meg, nem szokványos módon, pont azért, mert Kréta nagyon nagy, és nagyon sok mindent szerettem volna látni. Ezért úgy döntöttem, hogy egy kisebb körutat teszek, és a 11 éjszakámból 5-5 más helyen töltöttem. Viszont Hanya volt az egyik főhadiszállásom, ahol 4-5 éjszakát eltöltöttem, és a Hanya közelében látható, felelhető látványosságokhoz is eljutottam. Egyszerűen Hanya, azt hiszem, hogy Krétának az egyik szíve, mert gyönyörű az egész város. Rettentő kis szűk utcákon lehet végig sétálni, mindenhol virágok, és amiért nekem Görögország még szerelem, hogy
hogy ők olyan egyszerűek. Tehát, hogy ők nem szeretnék túlcicomázni a házakat, az utcákat. Minden és, színes náluk, én ezt tapasztalom. Minden színes, de ami az ő kedvükhöz passzol éppen. Tehát olyan, mintha ha náluk nem lennének szabályok, csak úgy élnek, és élvezik az életet. És én hányában is ezt tapasztaltam. Rengeteg taverna van egyébként, rengeteg turistájuk van nekik, de sok-sok olyan utcájuk, és sok-sok olyan tavernájuk is van, ahol a helyiekkel találkozhatsz. És, ami az igazi Görögországot, igazi Krétát mutatja meg. Igen, és talán ez a legjobb benne, amikor egy kicsit a helyiek szemével tudod nézni hányát. Egyébként én az a fajta turista vagyok, aki nagyon szeret így reggelente elindulni, amikor még csak így ébredezik. Korán kellő? Nagyon korán kellő vagyok, igen. Ez itthon, nyaraláskor mindig. Ebből remélem ragad ránk egy kicsit a beszélgetés alatt. Tehát én minél többet szeretnék látni, és pont ezért korán elindulok. És például hányában is, amikor sétálgattam reggel, és még csak ébredtek, ébredt a város, indultak dolgozni, még a tavernák és a kávézók se nyitottak ki, csak ott sepregettek az emberek, és tehát ez volt a legjobb látni, meg a frissen főzött kávénak az illatát érezni, ez tehát valami hihetetlen élmény. Bevallom egyébként, első ránézésre nekem Rodosz jutott eszembe. Rodosz egy bakancslistás nálam. Mi ott járunk, sőt, hát nekem azért volt Rodosz úgymond nagy élmény. Én ott jártam életemben először egyedül. Szintén egy hetet töltöttem el ott, és egyedül fedeztem fel a szigetet, és valahogy talán a világító torony, vagy nem igen, tudom, lehet, ez a hogy... beállítása a képnek egy kicsit olyan, alapban megmondanám szerintem, hogy ez Görögországban készült a kép, de így Rodoszra is tippelnék, hogyha szűkíteném a kört. De hát nézzük akkor még tovább is. Rendben. Hát, igen. Wow. Ezek is a krétai nyaraláson készültek, ezek a fotók. Hát Szejtán Limánia, amit itt láthatunk, Szejtán Limáninak is emlegetik egyébként, én most már nem tudom pontosan melyik a helyes kifejezés. Beszélsz egyébként görögül is most már ennyi nagyon idő után? Nagyon szeretnék görögül beszélni, de nem beszélek. Még nem? Az az igazság, hogy... De ez is tervek között. Igen, hogy nekem tehát a görög nyelv elsajátítása az egy ilyen nagy álom, és az én bakancslistámon sokkal kevésbé vannak helyek, mint sem tevékenységek, vagy valamilyen megvalósítható dolgok, és hát a görög nyelvnek a megtanulása írva és beszélve, az mindenképpen közte van. Elkezdtem tanulni, de nagyon nehéz az a nyelv, és hát idő kell hozzá, illetve lehet, hogy egy kicsit kint is kell élni Görögországban ahhoz, hogy teljesen elsajátítsam. Kívánom, hogy ez is összejöjjön. Igen. Tehát Szejtán Limánián egyedül jártam. Egyébként azért volt érdekes ez a hely, mert amikor itthonról még csak nézegettem, hát a képek alapján beleszerettem, szerintem ez egy abszolút olyan nem hely, amiben... Csodálom, igen. Tehát így meglátom, és fú, hát ide el kell mennem mindenképpen. Viszont mindenhol azt olvastam róla, hogy csak bérelt autóval, vagy hát legalábbis valamilyen autóval van lehetőség ide eljutni. Én pedig, amikor Krétán voltam, nem béreltem sem autót, sem quadot, sem motort, sem semmilyen járművet, és kicsit gondban voltam, hogy fogom ezt megvalósítani, és hát ez volt az a dolog, amit itthonról nem nagyon tudtam kinézni, viszont amikor odaértem hányába, akkor láttam, hogy hát nincs is ennél egyszerűbb, hiszen megy egy közvetlen járat. És előtte wow. YouTube-os videókon néztem az utat, azért sem akartam többek között autót bérelni, mert kicsit féltem a szerpentines utakon. Igen, meg az azért a szerpentines közlekedési morál, azért az egy más világ. Igen, és amikor láttam, hogy ide tényleg egy tömegközlekedés, tehát busszal le lehet jutni, akkor itt teljesen elvarázsolódtam, hogy ezzel a hatalmas busszal ezen az úton lemegyünk, és lementünk, tényleg lementünk idáig. És vissza is jöttetek, és vissza is jöttünk, tehát meg lehetett valósítani, és ezt mondjuk ott itthonról nem tudtam kinézni sehonnan, hogy ez hogy és hogy fogom ezt tudni megoldani. Viszont a busz az csak idáig vitt, és innen pedig gyalog kellett hát hegyet akkor mászni, egy jó mondjuk. Kis túra is volt, nem igen. Csak egy sétakirándulás. Túracipő volt nálad? Felkészült voltam, bár én mindenhova flip-flop papuccsal indulok. Azért gondoltam, hogy ide nem, tehát ide sportcipőbe kellett elindulnom. Viszont ennek ellenére is ez egy nehéz mutatvány volt. Tehát azt mondtam, hogy ez még nekem is nehéz, és remegő lábbal értem le.
szedtem a levegőt. Látszik, igen, és sziklás, igen, igen, igen. És akik még akkor érkeztek, amikor én, ők is, tehát úgy láttam rajtuk, hogy úgy elgondolkoztak, hogy lemenjünk, ne menjünk le, és voltak sokan, akik csak megálltak, egy-egy képet készítettek, és utána nem mentek le. Igen, hát mégis jobb, hogyha megállnak fönn, és csak föntről gyönyörködnek, mint hogy félúton esetleg valami baleset történjen. De egyébként ez egy nagyon vicces kirándulás volt, mert amikor leértem a strandra, akkor azt láttam, hogy mindenhol ilyen hegyi kecskék vannak, mint amit a képen látható, és oda mennek az összes napozó turistához, és kizsákmányolják őket. Tehát nekik minden kellett, a sörtől kezdve, a chips, jó a gyümölcs, nem mondod. Ők mindent akartak, és hát én naív voltam, mert azt gondoltam, hogy egy hegyi kecske elől a hegy oldalába fogok elbújni, de nem sikerült. De a kép egyébként nagyon jól sikerült. Hozzám is jött, hogy adjak neki valamit, úgyhogy nekem is egy kicsit meg kellett etetnem szegény, mert hát nagyon éhes volt. Cserébe a fényképért azért. Igen, cserébe vállalta, hogy csinálunk egy jó fotót. És hát egy következő sziget. Azt hiszem, hogy aki Görögországot emlegeti, akkor egyből a képeslapon látható Ija és Santorini jut eszébe, és hát jó, igen, mindenki azt gondolja, hogy ennyiből áll Görögország, de hát ettől függetlenül Santorini tényleg egy ámulat. És sokak fejében egyébként Santoriniről az van, hogy ez egy ilyen elérhetetlen, tehát ezt nem lehet megvalósítani, túl drága, ez csak a luxus, és nem tudom. És én is mindig ilyeneket hallok, sőt pár évvel ezelőtt én is azt tapasztaltam, hogy így a exkluzívabb kategóriák közé tartozott ez a sziget, főleg akár, ha ilyen esküvőket nézzük, külföldi esküvőket. Manapság azért viszont egyre több visszajelzés érkezik, vagy látok Facebookon, blogokon, Santorini utazással kapcsolatos. Igen, tehát Santorini abszolút egy elérhető álom lehet mindenkinek, és azt is javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, mert tényleg olyan, mint a képeslapokon. Nagy szikla, sok fehér házzal, kék tetővel? Igen, bár nem csak ennyiből áll azért, tehát nekem, ami mondjuk Santorinin még ilyen nagy szerelem volt, azok a szőlőültetvények. Ugye nagyon érdekes a szőlőművelés Santorinin, hiszen kosárba fonják ezeket a szőlőtőkéket, pont azért, hogy a reggeli párát bentartsák a szőlőfürtöknek, és ezáltal egy kis nedvességet biztosítsanak nekik a nagy szárazságban. És rengeteg sok ilyen szőlőültetvényük van, ami tényleg ilyen hihetetlen, rengeteg sok borászatuk van. Kvaddal jártam egyébként körbe egész Santorinit, vagy hát nem egész Santorinit, de legalább a fél szigetet, és hát szerintem minden szőlőültetvénynél megálltam, hogy lőjek egy fotót. Úgyhogy Santorini egyébként nem csak a fehér házakból áll, viszont ez a része, ez abszolút tényleg olyan, mint a képeslapokon, és mint a filmekben. Érdekes egyébként ez a quad dolog, tehát igen. Nekem Santorinin még a lépcsők, amik eszembe jutnak, quaddal hogy tudtál közlekedni? Én egy felkészült utazó vagyok egyébként, úgyhogy én már itthon megtanultam quadozni. Elmentem, ugye Siófokon éltem, és Siófokhoz közel volt egy quadpálya, ott elvittek egy erdőbe, ott quadoztam. és hát aztán már bátran béreltem egy quadot Santorinin is. Ugye Santorininek a tömegközlekedéséről azt kell tudni, hogy jó fejlett, de azért talán mindenhova nem lehet eljutni, és kicsit kényelmesebb, hogyha valamilyen saját járgányod van, úgyhogy én ezért is döntöttem a quad mellett. Az én szállásom Fira környékén volt, ami egy elég magas részén van Santorininek, és quaddal pedig le tudtam menni teljesen a sziget másik felére a tengerpartra, megnéztem a fekete homokos tengerpartot, illetve a vörös homokos tengerpartot is, úgyhogy abszolút megérte quadot bérelni. És nekem valahogy ez a szikla, ahogy te is mondod, nekem Santorini egy ilyen ciklának gondolnám, ciklának tűnik jó sok lépcsővel, házakkal, úgyhogy meglep, és tényleg nagyon inspirálóan is hat, igen, hogy akkor lehet közlekedni quaddal, például ami egy nagyon, gondolom, egy előnyös forma is, meg a robogó, ami Görögországról mindig eszembe jut, ezt próbáltad esetleg? Robogóval csak a korábbi párommal mentünk robogóval ketten, viszont tehát én magamtól robogóval nem indulnék el egyébként, és maga, ahogy a görögök robogóznak, az számomra kicsit veszélyes. Tehát egyébként nagyon sok a baleset, tehát óvatosan kell mindenképpen, hogyha valaki éppen ott szeretne megtanulni robogózni, vagy nem olyan gyakorlat, akkor ne, én azt mondom, hogy ne, akkor inkább béreljen egy autót, és akkor közlekedjen autóval, vagy választhat tömegközlekedést, hiszen azért arra is lehetőség van.
Itt Pirgoszon voltam, ami Santorininek a legmagasabb pontján található, és hát ez a hely egy ilyen ámulat, tehát így besétáltam, és minthogyha színházi díszletekbe cseppentem volna, és miközben sétáltam a kis szűk utcákon, ahol egyébként nem is sok turista van, mert talán Pirgosz annyira nem népszerű Santorinin, beláttam a kis lakásokba, ahogy ott a görögök élik az életüket. Volt, ahol a kisgyerek játszott éppen. Az élet írt a színdarab. Igen, igen, abszolút. Volt, ahol a nagymama főzte az ebédet, tehát azt hiszem, hogy ebben volt a legjobb belelátni. És tényleg, mintha színházba cseppentem volna. És a díszletek között, hol az egyik fejezetben jutsz be, hol a másikban. Igen, és annyira szűk kis utcák voltak mindenhol, tehát hogy így alig lehet elférni. Uh-huh. Igen, többek között ezért is nekem volt jó. Nekem ez jut eszembe Santoriniről. Igen, többek között ezért volt jó egyébként, hogy quadot béreltem, mert mondjuk busszal például, hogy ezt a képet lőjem, nem lett volna lehetőségem megállni. Santorininek ugye rengeteg temploma van, több mint 5-600 temploma van egyébként az egész szigetnek, ami nagyon-nagyon sok. És főleg egy szigethez képest azért, igen, és nem egy igen, olyan igen. Nagy területű. Hát majdnem minden családnak van egy temploma tulajdonképpen. És hát így, hogy quaddal mentem, így minden ilyen templomnál megálltam, és mindenhol készítettem egy csodás fotót. Csodás lett ez a fotó igen. is. Igen, mert nem lehetett elmenni anélkül, hogy ne álljak meg és ne csodáljam meg, holott egyébként ez egy temető volt, és a temetőhöz is tartozott egy templom. Érdekes, azért említett, hogy ez egy temető volt, azért ez is hozzátartozik a helyiekhez, a helyi városhoz, országhoz, a helyieknek a szokásait, ugye ez alapján is egy kicsit meg tudod ismerni, mindenhol egy kicsit más, nekem ez is úgymond a látnivalók közé tartozik azért. Ó, oh, barátok! Igen, hát itt vendégségben voltam egy igazi görög családnál. Már hazajársz akkor? Igen, az egyik nyaralásom alkalmával hát volt lehetőségem megismerni egy görögöt, és hát nagyon jó barátságot kötöttünk. A görögöt, igen. És hát szerencsém volt hozzájuk kimenni egyébként, ahol élnek Athénba. Ezen a képen pedig hát nem Athén látható a háttérben, hanem Parnita, ami Athéntól északra található hegység. Itt van nekik egy vidéki házuk, ami olyan, mint egy meseházikó, és nincs a közelükben semmi, csak a kecskik legelnek itt-ott, és egyszerűen gyönyörű, tehát ott vannak nekik kutyáik, és tényleg egy csodálatos környezet. És akkor egy igazi görög család része is lettél? Igen, amikor először kivoltam náluk, akkor 8 napot tartózkodtam ott, tehát Athénban és itt Parnitán egyben, és hát abszolút beleláttam az életükbe, hogy ők hogy élnek, én rengeteget tanultam tőlük, tehát magáról az életről, vagy az élethez való hozzáállásról. Hogy más a felfogásuk. Igen, tehát én is azt tudom mondani, hogy azóta sokkal szabadabban gondolkozok, hogy talán nem veszek annyira véresen komolyan mindent. Lazábbak egy kicsit, lazábbak, ők felfogják azt, hogy tényleg csak egy életünk van, és azt használjuk ki, és élvezzük. És akkor térjünk rá egy kicsit az étkezés, gasztronómia, amiről már azért hát, beszéltünk, emlegettük, de hát képeken is úgy látom, hogy megörökíted. Igen, Görögországban talán nem csak azért nehéz betartani egy speciális diétát, mert éppen nem kínálnak az éttermek a diétámhoz megfelelő étkezést, hanem azért is, mert a görög gasztronómia azt hiszem utánozhatatlan, és olyan ételeik vannak, amit itthon sehol nem kapsz meg. És hát itt például egy görög borászatban voltam vendég, ahol ez a görög ismerősöm dolgozott, úgyhogy neki köszönhetően kóstolhattam itt végig nem is tudom hány görög fogást. Igen, hát igazi terülj asztalkám, az látszik. Igen, és igen, tehát hogy én szeretnék nagyon példát mutatni a blogomon keresztül, tehát hogy utazás közben is követem az egészséges életmódot, viszont vannak ilyen úgymond kihágásaim, amikor elcsábulok, és azt hiszem, hogy azokat a görög specialitásokat, amit csak ott tudok megkóstolni, azt én sem hagyhatom ki. Tehát nem arról szólnak az utazásaim, hogy reggeltől estig csak eszek, uh-huh. viszont az ilyen dolgokat nem hagyom ki én sem, és ameddig a szervezetem is engedi, addig megkóstolom őket. Talán Görögországot
egyébként a konyhájukon keresztül lehet a legjobban megismerni. Nagyon szeretnek a görögök enni, és ami még, bocsánat, még ami hozzátartozik ehhez a képhez, hogy a görögöknél egy ebéd vagy vacsora úgy néz ki, hogy kipakolnak mindent, berendelnek mindent az asztalra, és mindenki eszik mindenkiből. Együtt, közösen. Nem az, hogy nekem is megvan, és neked is megvan, hanem mindenki együtt. És ez annyira jó hangulatban telnek ezek az étkezések, hogy talán egy kicsit ebből a családi összetartásból is jön, nem? Én legalábbis ezt tapasztaltam, ugye, hogy szeretik a család, a gyökerek, és többen is, akár több nagyszülőkkel, igen, nagyszülőkkel, unokatestvérekkel leülnek egy asztalhoz, és igazi. Mindenki unokatestvér. Igen. Igen, náluk így van. Mindenki mindenkinek a rokona már. Nem bírom követni, hogy kikinek a rokona, mert mindenki rokon. Sőt, már a szomszéd is ugye a család része. Igen. Lapoznék tovább, mert ugye itt, ha már megint gasztronómiáról és diétáról beszélünk, ez a kép is fontos. Igen. Mert hogy mi van a hátizsákodban? Volt egy ilyen posztot, ha jól emlékszem, és akkor már láthattunk hasonló képet. Igen, több ilyen képet szoktam azért így készíteni, hogy amikor utazom, nagyon sokszor, tehát nem mindig van az, hogy én beülök valahova és eszek valahol, már csak azért sem, mert nem biztos, hogy éppen az adott helyen, ahol vagyok, találok olyan éttermet, ahol kínálnak nekem való dolgot. Meg azért az anyagiak is meg számítanak az anyagiak, mindenkinek. Igen, ezért költséghatékonyabb, hogyha reggel elkészítem a szendvicseimet például, és akkor mondjuk estig azokkal nagyon jól el vagyok. Mindig van nálam valami, amit útközben el tudok rákcsálni, vagy egy alma, a kekszeim. Ezeket általában egyébként nem az almát, de a kekszeket például azokat itthonról már el Igen, szoktam ezt vinni. Akartam is kérdezni, hogy Igen. repülővel utazol, akkor ugye ez ilyen visszatérő kérdés szokott lenni, hogy lehet-e kézipoggyászban, mit lehet szállítani, hogy te ilyenekre figyelsz-e, vagy egyáltalán visszel-e bármit is, megéri-e itthonról? Figyelek egyébként. Azért, pont azért, mert nem tudom sokszor, hogy a helyi boltokban éppen mit fogok kapni és mit fogok találni, ezért legalább a kekszek azok, amikkel készülök. Korábban még volt, hogy kenyeret is vittem magammal itthonról, viszont a kenyér választékban úgy vettem észre, hogy már majdnem minden országban elég széles a paletta, úgyhogy tulajdonképpen kint is találok kenyeret, azt nem szükséges itthonról elvinnem. Egy-egy ilyen zacskó keksz, és akkor az kitart még az egész, és az esemet nem, tehát nem egész nap a kekszen élek. és hát ezek beférnek egyrészt a kézipoggyászomba, nem foglalnak nagy helyet, és átengedik őket egyébként az ellenőrzésen is, úgyhogy ebből nincs probléma. Igen, hát ahogy olvassuk is, hogy Randi a göröggel. Igen, hát ide egy görögöt írtam, de Randi a göröggel. Tehát még mindig az a görög, akivel megismerkedtem ugye Görögországban. Az első krétai nyaralásom volt az első nyaralásom, amikor így hosszabb időre egyedül indultam útnak, és én ott ismertem meg a görögöt. Akkor ez egy tényleg igazi randi volt? Úgyhogy ez egy igazi randi volt egyébként. Wow. Tényleg, ő egy matróz fiú volt egy hajón, amivel én utaztam, és hát ott ismerkedtünk meg, aztán pedig elhívott egy randira, úgyhogy... Elmentünk rá. Hogy miket ad az utazás egy egyedül utazó hölgynek. Igen, ezért is bátorítok egyébként mindenkit, hogy nyugodtan induljon el egyedül, mert az egyedül utazás az nem a sors kiszámíthatatlan. Igen, az nem azt jelenti, hogy én csendben és magányban fogom tölteni azt a 7-11 napot, amíg én utazok, hanem bárkivel meg lehet ismerkedni. Bár és ki tudja, mit hoz igen. az élet. Mert a mi kapcsolatunk nem egy szerelem lett végül, hanem egy barátság, viszont egy nagyon jó barátság, és azt hiszem, hogy abszolút megérte ez a randi is, akár itt Retimnóban. Tehát mi itt randiztunk egyébként Retimnóban, Retimnónak a régi kikötőjében, a velencei kikötőjében, és az volt az érdekessége, hogy mi nem egy étteremben, nem egy tavernában, nem egy nem tudom milyen kávézóba mentünk el randizni, hanem ennek a hullámtörőnek a szélén ültünk. Este volt, és igazából a tavernák így pont velünk szembe voltak, és ki volt világítva egész Retimnó, hallgattuk a bárokból kiszűrődő zenét, és tényleg tehát annyira romantikus volt, hogy mint egy filmbe cseppentem volna, pont úgy éreztem. Igen, ezt lehet érezni már, ahogy elmeséled igen. a történetet is, hogy tényleg az a romantikus hogy... szál, úgyhogy ha bárki erre jár, szerintem így az estét azt mindenképpen az estét, töltse így. Igen, és nem feltétlenül kell a tavernákat, illetve a kötelező turistás elemeket keresni, hanem abszolút egy ilyen kis csendes nyugodt zubba leülni, kiülni a partra, és szerintem annál romantikusabb nincs. Igen, ezzel is egyet tudok érteni. Úgyhogy
lehet, hogy még egyszer ide is ellátogatunk és kipróbáljuk. Mindenképpen. Olvastam, hogy anyukád a kedvenc utitársad. Igen, bár... Ez nekem nagyon ilyen kis Steve-hez szóló. Igen, anyukámmal nem sok helyre utaztunk, viszont egy-két ilyen utazásunk volt. Ugye többek között elutaztunk Pízába, az volt anyukámnak az első repülős utazása, úgyhogy nagy ez egy óriási élmény volt számára. És főleg a lányával. Igen, és Pízából mentünk át Cinque Terre-re egy saját szervezésben, tehát vonattal. Így jártuk be, nem jártuk be mind az 5 falut, csak 4-et, viszont tehát ez egy óriási utazás volt, és hát igen, anyukám a kedvenc utitársam, mert azt hiszem, hogy minden utazásban nagyon fontos, hogy egy olyan utitársad legyen, aki valahol követi a ritmusodat, vagy egy ritmusotok van. És anyukámmal tulajdonképpen megtaláltuk ezt a közös hangot minden utunk során, és ő nagyon... Akkor fáradtatok el, akkor szomjaztatok meg. Akkor kellett beülni valahova, tehát akkor ültünk le egy kicsit pihenni. De hogyha mondjuk anyukámnak azt mondtam, hogy anya, még menjünk egy kicsit, anya, nézzük már meg ezt, akkor sem húzta a száját, tehát ő nagyon szívesen jött velem. Úgyhogy anyukámban tényleg az egyik legjobb utitársat találtam meg, ebben biztos vagyok. És hát a képek végére értünk. Van még egy olyan kérdésem felét, hogy Görögország, ugye? Arról beszéltünk, hogy mit tetszett, merre jártál, viszont mik azok a helyek, ahova még úgy elmennél, amiket úgy még felfedeznél? Mondjuk azt, hogy bakancslistás helyeid Görögországban. Mi nem. Az az igazság, hogy Görögországban nekem elsősorban a szigetek, amik így a bakancslistámon vannak. Nagyon szeretnék eljutni Skopeloskiatos, ugye a Mamma Mia szigetekre. Mamma Mia, így van. Ezek nekem ilyen fú, nagyon nagy álmok. De ezen kívül a fejemben van még egy olyan dolog, ami talán lehet, hogy egy 10 év múlva kerül megvalósításra, de azt mondtam, hogy ezt nem fogom elengedni, ezt az álmomat. Én nagyon szeretném vitorláshajóval körbejárni a szigeteket, akár 2 hónapon keresztül, és mindig... És vitorlással? Igen. Vannak tengerjáró, teljáró hajók, azok már egyre nagyobbak, járnak a földközi tengeren, járnak tengeren. Vannak is egyébként ilyen utazások, de ezek ugye csak néhány naposak, ilyen 7 napos, és igazából ezek a nagyobb szigeteken kötnek ki, viszont én nagyon szeretnék belelátni a kisebb szigeteknek is az életébe. Ugye Görögországnak a titkosabb helyek, igen, 160 lakott szigete van egyébként Görögországnak, és nekem tényleg ez minden álmom, hogy itt kikötni, innen tovább menni, és egy pár napot ott ellenni, és így ismerni meg Görögországnak talán a másik arcát, tehát ez nekem egy nagy álom. Igen, hát ezt kívánjuk akkor, hogy ha 10 éven belül, ha 20 éven belül, de sikerüljön, és jöjjön létre tényleg ez a nagy álom, megvalósuljon minden, amit köszönöm. Szeretnél. Következő pár hétben, hónapban esetleg valami újdonság, tervek várhatóak-e tőled, és hát mondjuk akkor el, hogy ugye a Travel College blogon is írsz folyamatosan, illetve a Facebookon napi szinten lehet téged követni. Igen. Hol fogunk követni? Milyen kalandok várnak rád? Hát most a legközelebbi utam az megint Görögország lesz. Miért is lenne más? Most ismét meg fogom látogatni a görög családot Athénban. Második családod ezek szerint? Hát talán azt nem mondhatnám, hogy a második családom, de nagyon szeretek náluk lenni. Tehát, hogy annyira várnak, és mindig kérdezik, hogy mikor jössz, és már hiányzol, hogy mindig úgy érzem, hogy vissza kell hozzájuk térnem, bele kell kóstolnom kicsit megint a gasztronómiájukba, hoznom kell hozzá görög kávét, mert az az egyik kedvenc. Meg azért a görög fűszerek valami. A görög fűszerek, igen. Egyébként sajátosak, igen. Egyediek, igen. Egyébként mindig úgy engednek el, hogy pár zacskó görög fűszer, olívaolaj, amiket kis fiolákba töltenek, mert csak kézifogyászom. Igen. Igen, egyébként volt már, hogy nagyobb mennyiséget hoztam át, mint amennyit szabadott volna. És nem volt semmi gond? Nem volt semmi gond, de egyébként szerencsés. Nagyon féltem, hogy elveszik a finom görög olívaolajat, de nem. Tehát Athénba fogok kilátogatni, egyébként most még Spanyolország is tervben van, oda is fogok utazni egy kicsikét kikapcsolódás céljából. Ezt csak támogatni tudjuk. Igen. És hát ami idénre egy nagy projekt, hogy új munkám lesz, és telepített idegenvezetőként lehet majd megtalálni valahol a világban, Európában, viszont sajnos még azt nem tudom, hogy hol.
Nagyon esélyes, hogy Spanyolország vagy Görögország, de igazából nem tudom, és talán még Bulgária is szóba kerülhet. Hát imádkozok, hogy Görögország legyen, de azt mondtam, hogy ha nem Görögország, akkor annak is megvan az oka, és hát akkor pedig nyilván egy másik országot fogok felfedezni. És bármelyik is lesz egy nagy élmény szerintem, és hát gratulálok is. Köszönöm akkor szépen. Ezután neked. Már csak azért is, mert ezt tudtam, olvastam a blogodon, hogy ez egy álmod volt, igen, vágyad volt, hogy igen, ez összejöjjön. Úgyhogy én Görögországért szorítok nagyon. Nagyon köszönöm. És hát köszönöm szépen a beszélgetést is, és hogy eljöttél, vendégül láthattunk ebben a műsorban. Tényleg kívánok neked minden jót, és talán majd akkor mesélsz egy kicsit ősszel, vagy következő év elején, hogy remélem, milyen volt a telepített idegenvezetői élet, igen, miket láttál, miket tapasztaltál, úgyhogy nagyon minden köszönöm, jót kívánok hogy neked. Köszönöm szépen, köszönöm. Nektek pedig köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok. Edittet megtaláljátok a Travel Collage blogon, illetve Facebook oldalán is, nagyon sok praktikus, hasznos információval fogtok találkozni nála. A következő kalandista inspirációk részt pedig márciusban, március 4. péntekén fog érkezni. Egy következő bloggerrel fogunk beszélgetni, nem árulom már, hogy kivel. Tartsatok velünk! Sziasztok! Sziasztok!